Jó estét kívánok kedves nézőinknek, ez az Oxigén Televízió esti híradója november 2-án csütörtökön. Munkába állt a 12 ezredik dolgozó a győri Audinál. Drágulnak az üzemanyagok, és újabb győzelmet gyűjtött be a Sopron a női kosárlabda Euroligában. A részletek hamarosan jönnek, de előtte mutatjuk, melyek lesznek kiemelt híreink ma esti regionális híradónkban. Megteltek a temetők Győrben is minden szentekkor. A napokban tízezrek keresik fel a sírkerteket. Hamarosan aktuális lesz a téli gumik felszerelése. A szakemberek arra figyelmeztetnek, az abroncsok állapota is kulcskérdés. Remekeltek a tatabányai erős emberek a páros magyar bajnokságon. Hegedűs Ádám és Kmet Attila bronzérmet szerzett. És marad a kellemes, szinte tavaszias idő a következő napokban is. Adásunk végén jövünk az időjárás jelentéssel. Tízezrek keresik fel a napokban a temetőket Győrben is. A látogatók száma nem csak minden szentek, illetve halottak napján növekszik meg, még a hétvégén is sokan gyújtanak gyertyát elhunyt szeretteik sírjánál. A Győr szól gondolt azokra is, akik egy nap alatt nem jutnak el mindenkihez. A sírkertek vasárnapig tovább tartanak nyitva. Élénk forgalom a nádorvárosi temetőnél. Az autósok dolgát útépítés is nehezítette. Hamar megteltek a parkolók, ezért sokan a 83-as út mellett álltak meg. A legkönnyebb dolga talán annak volt, aki busszal vagy gyalog jött. Koszorúval, virágcsokorral a kézben érkeztek a látogatók, akik természetesen a hét hátralévő részében is tudnak gyertyát gyújtani. A Győr szól egészen vasárnapig meghosszabbította a temetők nyitvatartását. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek reggel 7 és este 8 óra között van lehetősége arra, hogy emlékezzen elhunyt szeretteire. A téli nyitvatartási rend hétfőn áll vissza. A szolgáltató számításai szerint minden szentek és halottak napján több tízezren keresik fel a temetőket, de még a hétvégén is nagyobb forgalomra lehet számítani. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az értékekre a szokottnál is jobban kell ügyelni, de óvatosnak kell lenni a gyertyagyújtásnál is, hogy a láng ne terjedjen át a koszorúra vagy a sír környéki növényekre. Munkába állt a 12 ezredik munkavállaló a győri Audinál. A 21 éves Szentgyörgyi Marcell elektrotechnikusként végzett és karbantartó pozícióban kezdte meg szakmai pályafutását a karosszéria üzemben. Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungária személyügyekért felelős igazgatósági tagja elmondta, a legjobb szakembereket keresik minden pozícióra, a nagyvállalat így már rekordszámú alkalmazottat foglalkoztat. Megmaradnak a railjetek Moson-Magyaróváron, írja a Kisalföld. Nagy István a térség országgyűlési képviselője intézett kérdést a szakminiszterhez arról, hogy továbbra is megállnak-e a vonatok a városban. Korábban ugyanis felmerültek olyan hírek, amelyek alapján a menetrendváltozások miatt csak áthajtanának az osztrák vonatok Moson-Magyaróváron, hogy csökkenjen a menetidő Budapest és Bécs között. Fónagy János válaszában azt írta, hogy a menetidő rövidítése valóban fontos feladat, de egy ilyen döntés súlyosan érinteni a Lajta partján élőket. Csalókra figyelmeztet illetékességi területén az Aqua Kft. Most vízminőség ellenőrzés céljából szeretnének bejutni a lakásba, illetve időpontot egyeztetni a vizsgálathoz. A bejelentés Mária Kálnokról érkezett, azonban a szolgáltató figyelmeztet, hogy bárhol feltűnhetnek hasonló próbálkozók. Az Aqua Kft. Kollégái minden esetben egyenruhában, akvalogós autóval érkeznek, és kérhető tőlük igazolvány is. Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a 35 éves férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy rendszeresen vadászott illegálisan Moson-Magyaróvár környékén. A vizsgálat során kiderült, hogy úgy leplezte az orvadászatokat, hogy saját társasága beíró könyvébe beiratkozott, de utána a másik vadász területre ment. A lelőtt vaddisznókat pedig visszahozta a saját területére. A Moson-Magyaróvári férfi ráadásul kábítószereket is fogyasztott. Az enyhe időjárás miatt még nincs nagy roham a gumiszerelő műhelyekben, érdemes azonban időben jelentkezni a téli abroncsok cseréjére, így elkerülhető ugyanis a hosszas várakozás. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a csere önmagában még nem elég.
Zajlik a munka az egyik győri autógumis üzemben. Az enyhe időjárásnak köszönhetően egyelőre még nincs nagy roha. A beszámolók szerint főleg a céges vagy a flotta autók kapnak téli abroncsokat. Érdemes azonban minél hamarabb felrakni a téli köpenyeket, hiszen egy hirtelen érkező hidegfront váratlanul érheti az autósokat. A hőmérséklet nagyon befolyásolja a cseréket, hiszen a gumiknak a szerkezete teljesen más egy télen, mint egy nyárinak. A nyári gumi a hidegben kimerevedik, merev lesz, illetve nagyon könnyen megcsúszik, ezért kell átcserélni a téli abroncsokra, amivel van egy speciális adalék, ami meggátolja ezt a kimerevedést, illetve a merevséget, és ezáltal nem csúszik meg, illetve hát a lamellázottsága a téli guminak, ami jellemző, az pedig a hóban, latyakban az, hogy jobban kinyíljon és nagyobb legyen a tapadó felület. A téli gumi ugyanakkor önmagában nem elég, különös figyelmet kell fordítani az abroncsok állapotára is. A szakemberek ugyanis úgy látják, hogy bár egy gumit 5-6 évig lehet használni, sokan ennél jóval tovább gurulnak egy-egy szetten, ami majdnem olyan, mintha egyáltalán nem is cserélnének. Az abroncsoknak az életkorában van a legnagyobb probléma, tekintettel arra, hogy 8-10 éves abroncsokkal járunk, amiket már érdemes lenne cserélni. Inkább azt kéne megfogadni jó tanácsként, hogy jöjjenek be a szervizekbe, kérdezzék meg, hogy megfelelő állapotúak az abroncsok, amik az autón vannak. Érdemes-e cserélni, nem érdemes, illetve a felhasználása megfelelően inkább szervizeket azért látogassuk, hogy a szakmai tanácsokat megfogadják. Érdemes tehát különös figyelmet fordítani az abroncsokra, hiszen ezek jelentik az autó közvetlen összeköttetését az aszfalttal, és így nem csak saját biztonságunk, hanem másoké is múlik rajta. 2012-ben indította el a Hankook Tire Magyarország Kft. Az abroncsadományozási programját. A jótékonyság keretében az elmúlt 6 évben több mint 13 ezer abroncsot adtak át. A kedvezményezettek köre idén már 380-ra nőtt, a kisebb non-profit szervezetek bekapcsolódásának is köszönhetően. Már 6. éve támogatja a Hankook Tire Magyarország Kft. Az országban működő szervezeteket. A cég 2012-ben kezdte el az adományozási programját. Han Saung-hak, a gyárvezetője elmondta, büszkék arra, hogy az évek során ilyen sok szervezetnek tudtak segíteni, és az, hogy ilyen sikeres a kezdeményezésük, az azt mutatja, hogy szükség is van arra, amit csinálnak. Korábban csak nagyobb szervezetekkel működtek együtt, de most már a kisebb civil csoportok is részt vehetnek az adományozási pályázaton. Azt nem kell magyarázni, hogy a katasztrófavédők, vagy a mentőszolgálat, vagy a Vöröskereszt mit végeznek a társadalom számára. Viszont a kisebb szervezetek, akik vérszállítás, csecsemőszállítás, a hátrányos helyzetű emberek, vagy mozgáskorlátozottak szállítása, vagy éppen a polgárőrök ugye a közbiztonság területén, környezetvédelem területén tevékenykedő szervezetek. Nagyon sok, több ezer ilyen szervezet van Magyarországon, akik tisztességesen és nagyon-nagyon lelkiismeretesen, szívből, legtöbbször ingyen dolgoznak. A körből természetesen azért nem maradhatnak ki a jól ismert segítők sem. Idén az OMS 200 gumiabroncsot kapott támogatásként. Ez számunkra nagyon fontos, hiszen egyrészt nagyon sokat mennek a mentőautóink Magyarországon. Egy évben körülbelül 40 millió kilométert tesznek meg a mentőautók az utakon. Ez alatt természetesen elhasználódnak a gumiabroncsok is. Ugyanakkor nekünk fontos, hogy jó minőségű abroncsaink legyenek, hiszen gyorsan, de biztonságosan kell a helyszínre érkezni. Ezért nagy jelentőségű a támogatás, hiszen az így megtakarított pénzt más életmentő műszerekre fordíthatjuk. A Dunaújváros mellett működő gumigyár idén már 6. éve támogatja a katasztrófavédelmet is. Az idei évben közel 800 darab gumiabroncsot vehettünk át. Én úgy gondolom, hogy ez kiemelkedő támogatás, és hogy mit jelent ez nekünk. A mindennapi életben úgy gondolom, hogy mind a technikai eszközeink, akár az ügyintéző gépjárművek, akár a terepjáró gépjárműveink a hatósági munkában, a munkavégzés során kiemelkedő feladatot látnak el, és ennek egyik szegmense ez a gumiabroncsadomány. A cég által eddig adományozott abroncsokkal a szervezetek a számítások szerint már közel 200 millió kilométert tettek meg a magyarországi utakon. 8 forinttal drágulnak az üzemanyagok a héten. November 1-én 4-4 forinttal drágult a benzin és a gázolaj is literenként. A holtankoljak.hu információi szerint a MOL szombaton ismétel ugyanennyivel fogja növelni az üzemanyagárakat. A 95-ös benzinára az átlag szerinti 355 forintra nő, míg a dízelé 366 forintra változik, ugyanakkor marad az egyes töltőállomások közötti igen jelentős, akár literenként 40-50 forintos árkülönbség is. Harmadik Euroliga győzelmét aratta a Sopron a Villeneuve de Ascq otthonában szerdán.
A francia bajnok nem találta a fogást Roberto Iniguez vezetőedző tanítványain, hiszen hiába vezettek sokáig, a Sopron végül 10 pontos, 83-73 arányú győzelmet aratott. A remekül hajrázó vendégek legjobbja az amerikai Crystal Langhorne lett 18 ponttal. A címvédő sikerét hozta az idei erős emberek páros magyar bajnoksága. Sebestyén János és Molnár Zsolt így az egyéni sikereik mellett a csapatversenyt is megnyerték. A régióból a tatabányai páros is remekelt, Hegedűs Ádám és Kmet Attila bronzérmet szerzett, utóbbi egy országos csúcsot is megdöntött. A farkasok elé vetették az erős embereket. A legjobbak ugyanis a verseny végén bemehettek a vendégek elől elzárt területre is, itt a Veresegyházi Medve otthonban. Az idei párosországos bajnokság nem hozott meglepetést. Sebestyén János és Molnár Zsolt címvédőhöz méltó versenyzéssel maga biztosan utasították maguk mögé a teljes mezőnyt. Miután az egyéni országos bajnokságon is ők végeztek a két legjobb pozícióban, ez az év tökéletesre sikeredett mind a két versenyző számára. Ott a negyedik van még, 28 másodpercet. Közös edzések az itt behozzák, amit kell, szóval tudjuk, egymást ismerjük, már nagyon régóta versenyzünk együtt, ismerjük egymást, hogy ki mibe erős, azért tudunk taktikázni. Mai nap is végül, hát taktikáról is szólt igazából, de hoztuk, és örülök ennek. Nagyszerűen szerepelt a zempléni csapat is. Blaskó Szabolcs és Juhász Péter már a reggeli kamionhúzásnál megalapozta a napot. Bár nem ők voltak a legnehezebbek a mezőnyben, ezt a számot sikerült megnyerniük. A lendületük végig kitartott, így idén övék lett az ezüstérem. Petivel mindenféle kéve papírforma, én azért nem voltam ennek a csapatnak azért a legerősebb tagja, de ettől függetlenül azért sikerült. Az első két számban még nagyjából tudtam magam hozni, utána már sajnos dereka miatt már visszaestem, de Petinek a erőssége miatt azért így is be tudunk élni a második helyre. Ferike, tudom, hogy neked ilyenek a medvék, de ott a rendes, a barna medvék előtt kell tartani. Ja, megyek már. A legnagyobb csata a bronzéremért ment, ahol két páros és ugyanannyi ponttal végzett. Ilyenkor a több jobb helyezés dönt, ebben pedig Met Attilának óriási szerepe volt. A tatabányai versenyző valóságos űridőt tartott torkalapácsánál, és több mint fél perccel megjavította a versenyszám eddigi országos csúcsát. Hegedűs Ádámmal párban így övék lett a bronz. Szerencsére későn jön nekem a savasodás, úgyhogy a vállam erős, mellkasom is így sikerült megtartani, és igazából végig éreztem, hogy ez menni fog. Az erős emberek számára ez a szezon most ért véget, de valószínű, hogy rövid pihenés után mindenki kezdi a felkészülését a következő szezonra, hiszen 2018-ban is sok nemzetközi, illetve hazai megmérettetés vár a legerősebb magyarokra. Megteltek a temetők Győrben is minden szentekkor, a napokban tízezrek keresik fel a sírkerteket. Hamarosan aktuális lesz a téli gumik felszerelése. A szakemberek arra figyelmeztetnek, az abroncsok állapota is kulcskérdés. Remekeltek a tatabányai erős emberek a páros magyar bajnokságon. Hegedűs Ádám és Kmet Attila bronzérmet szerzett. Ma este sem maradunk programajánló nélkül. Tömördi Szabina hozta el nekünk ezúttal is a legjobbakat. Szia Szabina! Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Hangra forgó klub, hallod-e Pendis Dalantot Győrben? A klub vendége ezúttal Farkas Árpád, kamara muzsikus, zenepedagógus lesz, aki a fejedelmi udvarok lantosaitól a bécsi szalonok világáig kalauzolja majd az érdeklődőket, pénteken délután 5 órától a Központi Könyvtár klub helységében. Aztán a Magyar Tudomány ünnepe Tatán pénteken este 6 óraig kezdett el, az ógyalai csillagászat múltja, jelene és jövője lesz majd a középpontban, a Posztocki Károly csillagvizsgálóban. Aztán őszi szüneti Science Show Moson-Magyaróváron fél egytől optikai jelenségekkel lehet majd megismerkedni, 4 órától pedig a rakéták is beindulnak majd a Futura Élmény Központban. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Szinte tavaszias, kellemes reggelre ébredhetünk a hét utolsó munkanapján az előrejelzések szerint. A napos időben már a korai órákban 10-13 fokot mérhetünk majd. Napközben is a napsütésé lesz a főszerep, viszont a hőmérséklet nem emelkedik majd jelentősen a reggelhez képest, és csapadék sem valószínű. Este is derült lesz felettünk az ég, a levegő pedig 5-6 fokig hűl majd le.
Marad a novemberhez képest enyhe idő a következő napokban is a hosszabb távú előrejelzések szerint. A hétvégén szombaton szinte végig a napsütés lesz a jellemző, vasárnap viszont többfelé megvastagszik a felhőzet, esőre azonban nem kell számítani. Napközben akár 18 fokot is mérhetünk majd. Hétfőtől viszont enyhe lehűlés várható térségünkben, de így is marad a túlnyomóan napos, száraz idő, 13 fok körüli maximumokkal. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták november 2-án csütörtökön. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Figyelmükre számítunk holnap is, hiszen este 7 órától újra jövünk majd Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel. Addig pedig kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok a viszontlátásra!